Várhatóan nem csak a bevásárlóközpontokban, hanem a benzinkutakon is megnövekszik a forgalom az év utolsó napjaiban, ugyanis a MOL 7 forinttal csökkentette a benzin még 5-tel a gázolaj literenkénti árát. Ezzel 1 liter 95-ös átlagára 399 forintra mérséklődött, míg a gázolaj literje 421 forint körül alakul. Takás György is örült a csökkentésnek, főleg, hogy a tankolás után Németország felé vette az irányt. Vidékről jöttem föl, és néztem, tegnap drágább. Ugyanígy tankolta, úgyhogy most meglepett, hogy olcsó. És ennek persze, hogy örülök, hát mindenki örül. Most meg megyek Németországba, meg örülök, hogy még kevesebb valamivel, nem olyan sok, de azért minden fillér szám. A társaság utoljára egy hete emelte a benzin árát, míg két hete a gázolajét is feljebb srófolta. A mostani mérséklést azok is örömmel fogadták, akiknél több gépkocsi is van a családban. Az embernek a családjában több autó is van, így, és ugye hál' Istennek dízel. Nyilvánvaló, hogy azért nekünk sem mindegy az, hogy mennyiért tankozunk 400 forint fölött, vagy jóval 400 forint alatt. A töltőállomáson akadt olyan is, aki bár sietett, azt elmondta a Győr Plus stábjának, hogy rendszeresen figyeli az üzemanyag árakat. Örülünk, hogy 400 forint alatt van. Ez is jó hír. És szoktál egyébként figyelni? Igen, hogyne. Föltétlen, muszáj. Muszáj figyelni. Az autósoknak továbbra is érdemes résen lenni, hiszen az egyes töltőállomások árai között akár 25 forintos eltérést is tapasztalhatnak.